Azt mondja a könyv borítója, hogy kölykök, dilik, szerelem. Hát Rómáról van szó, a kölyköket és a dilit nem feltétlenül érti az ember, hogy a szerelem és Róma összetartozik, azt simán el tudjuk képzelni, Vékul Cserildikó meg ezt el is meséli nekünk. Szép, a könyvben jó is meg itt kívánok. Is, jó reggelt kívánok! Író, újságíró kolléga, pontosan tudja, hogy mit olvas a magyar. Úgy született ez a könyv, hogy tudjuk, hogy mit olvasunk, vagy úgy született ez a könyv, ezt meg kellett írni? Úgy született ez a könyv, hogy iszonyatos mennyiségű olvasóval, emberrel vagyok kapcsolatban. Ha számot kéne mondani, képtelen lennék rá. A totális nyomortól a hipergazdagságig, az alanyaim között a spanyol királynő is ott van, és a hajléktalan is ott van, és annyit érzek egyre intenzívebben, mióta ezen a pályán mozgok, hogy szükség van annak az érzékeltetésére is, hogy mi itt tólig, arra a rövidke időre, ami világra jöttünk, élni vagyunk kénytelenek. Na már most, ha létezünk, akkor egyszerűen képtelenség, hogy ne találjuk meg a hétköznapokban azokat, azokat az apró dolgokat, ami örömet szerezhet neked, nekem, Z-nek, F-nek, G-nek. Nem lehet fogvicsorgatva gyűlöletben leélni az életet. Na most, ha az ember él egy ötgyerekes patchwork családban, ahol mindig történik valami, minden napra jut gyönyörűség és pokol, és veszekedés és kibékülés, és közben újságíró, ami szintén csodálatos hivatás minden ellenkező híresztelés ellenére, ahol megint mindig történik valami, akkor vagy megbolond, vagy pedig nagyon tudatosan megkeresi az élet apró derű pillanatait, vagy és azokat összerakja. Vagy megírja. Vagy megbondul, vagy megírja. Mert vagy... te ezt az utat választottad, hogy amiről te most itt beszéltél, igen, ez van ebben a könyvben. Igen, de ez miért de Róma élet, te élem én, élizé, mindenki. Miért Róma? Hát Róma azért, mert az én speciális, egészen elképesztő szerelmem. Nézd, én latinos voltam már gimnazista koromban, egyetemen, ugyan nem latin szakos voltam, de bejártam a latinosok óráira. Szóval a római, olasz, latin kultúra az egy egészen kóros, beteges szerelem. Mindenkinek vannak flugjai, nekem ez. Na most Rómában, amikor először jártam, azóta jártam 50-szer, én rájöttem, hogy én ott otthon vagyok, nem tanultam olaszul, de beszélek olaszul a latin okán, és ott megcsapott az a fajta életszeretet, hogy igen, Egon, lehet örülni annak, hogy vagy, hogy reggel süt a nap. Lehet örülni annak, hogy mozog a kezünk, a lábunk, és el tudok ide jönni, és el tudok innen menni. Lehet örülni annak, hogy a gyerekünknek van mosolya, és ezt én Rómában tanultam többek között. Ahol rám kiabál egy szerencsétlen nagykövér asszony, hogy szinyórájé szól-e, ami azt jelenti, hogy hölgyem, süt a nap. És boldogan vigyorok, pedig szegény, kövér, csúnya, és mégis örül annak, hogy létezik. Ez, az ez a mediterrán világ, ez csoda. Ez az életöröm volt a titka az első változatnak. Nem mondom, hogy első kiadás, mert több kiadása volt, de ugye első változat, meg most ez a második változat. Igen, én az, az első változatot azt vitték, szerették, nagyon, mert ezt sugalmazta? Nagyon rengeteg siker, díjat, mindent hozott nekem. Ez egy jóval kibővített, tehát majdnem a duplája. Ebben a könyvben elmegyünk 2015-ig, hát amikor a gyerekeim már felnőttek, amikor nagyon más világ vesz körül minket, bár sok örömkedésre most sincs okom, úgy mindenestől, társadalmilag, de rengeteg örömet jelent az, ha az ember úgy érzi, hogy hát nagyjából felnevelt egy gyereket, de megvan a társa, és Róma még mindig vár. Szóval rengeteg olyan élményem volt emberekkel, hogy kaptam e-mailt, hogy ezzel a könyvvel járta végig Olaszországot. Mind a mai napig rengeteg dolgom lenne Olaszországban. Na de hát ez nem egy Bédekker. Ez nem Bédekker, viszont azért ezt egy bigott bölcsész írta, aki azért a gyerekeit tönkretette a latin kultúrával, hogy üldöztem őket, hogy mint legyen. Hát én egy sajtópályázaton nyert pénzből ki tudtuk vinni az ő gyereket Rómából. Mert egy olaszoknál nyertem egy nemzetközi sajtópályázatot, és azt a pénzt ott költöttük el. Hát tudod, milyen élmény volt
egy csóró magyar újságírónak, ha tetszik, kivinni 5 kölyköt Rómában, és ott velük kalandod, és te mutatod meg a Szentpéter Bazilikát, a Fórum Románumot, a Piazza Navonát, és még vannak dolgaim, hát gondolj vele, nem tudom, hallottál-e róla, hogy a pápai nyári rezidencián, Castel Gandolfo-ban van egy olyan rész, és én bölcsész vagyok, de imádom a matekot, is érdekel a fizika. Van egy olyan része az útnak, ahol az üveg, amit leteszel, nem lefelé gurul, mint a normális üvegek a lejtőn, hanem fogja magát, és felfelé. Én már nagyon kínosztam fizikus ismerőseimet. Nincs rá magyarázat. Nem akartam elhinni, mert szkeptikus vagyok, és újságíró, és kipróbáltuk a kocsinkkal is. És az autó is egy picit, ha üresbe teszed, megy lefelé, majd megáll, és elindul fölfelé. Miféle okokra vezethető ez vissza? Kifejtette meg, most újból elmondom. Hát Olaszország egy olyan tárháza a csodáknak, és a megfejtetetlen rejtéreknek, meg hát a történelemnek, az uralkodóikkal, a gonoszságaikkal, a gyilkosságaikkal, a módszereikkel, a politikai módszereikkel, ha tetszik. Mennyit tanulunk ellen és pró. A szóval gyerekeid mennyit profitáltak abból, hogy te ilyen erővel nyomtad nekik Itáliát, Rómát, az olasz kultúrát? Én minden kultúrát nyomtam erővel. Nagyon érdekes, tudod, 5 gyerek, aztán neked is vannak gyerekeid, hát ugye pontosan tudod, hogy... Kis hátrányban vagyok ez így. Igen, de mindent be lehet hozni. A könyv megjelenése után kaptam amúgy egy e-mailt az Nőklapjánál, amiben azt írta egy nő, hogy éppen meg akart bolondulni a 2 darab fiától, és akkor elolvasta a könyvemet, és szólt a férjének, hogy beférne még egy harmadik. Hát, ha tetszik, licsős, gratulálj nekem, hogy a népességet ugye? Meg... Igen, igen, igen. Kormányprogram része kormány... vagy. Ezt azért még nem mondták így nekem face to face, de fogjuk fel így. Tehát lényeg az, hogy a gyerekekre hogy hat, mindegyikre másképp. Egy biztos, hogy ha azt meg tudtam tenni ezzel az én párommal, aki nélkül semmi nem működne, hogy igényt ébreszteni a gyerekedben arra, hogy a világ nem csak a fogvicsorgatós forintgyűjtés terepe, hanem a világ hihetetlenül érdekes és színes és gyönyörű, és csak tőled függ, hogy megpróbálod-e felfedezni. És én megpróbáltam legalábbis ezt a mediterrán szeretét. Én azért nem beszéltem sokat közben, miközben Vékulcsot, Vékulcs Erildikot hallgatták, mert hogy a legtöbbet így kaptak abból a hangulatból, ami ebben a könyvben van, ezért érdemes többek között elolvasni, meg hát sok-sok sztori van ám ebben. Rengeteg. Úgyhogy a Kölykök Dílik Szerelem című könyvet ajánlom figyelmükbe, meg hát Vékulcs Erildikó összes írását is köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám. Én is nagyon köszönöm, hogy ide látogathattam.